És folytatódik a napindító plusszal. Tudják, itt mindig egy picit könnyedebb témákkal foglalkozunk. És ha könnyed téma, akkor legyen mondjuk kultúra, ami nem annyira könnyed, de talán mégiscsak egy vidám téma, mondta Krisztó grófja, bemutatóra kerül az készül az Operett Színház, és itt van már velem Széles Flóra és Kerényi Miklós Máté, az Operett Színház művészei. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Tiétek a két főszerep, ugye, hogyha jól tudom és jól láttam a színlapon, most volt a sajtótájékoztató. Hogyan ért titeket a felkérés, és hogyan készültök? Én nagyon sokáig egyébként nem gondoltam volna, hogy benne leszek ebben az előadásban, mert pont előtte volt egy nagy bemutatónk, a Mária Főhadnagy Operett, és aztán amikor jött az információ, akkor természetesen örültem, mert kifejezetten élvezem ezt a műfaji keveredést, és hát így szépen lépésről lépésre építgetjük az előadást. Máté? Ugye én az Ifjú Edmond Dantész vagyok, tehát hogy a főszerepet később átadom azért a stafétabotot az idősebb Edmond Dantésznek, ő, aki az én szereposztásomban Homonai Zsolt lesz, egyébként ugye játssza a szerepet még Szomor György, Dolhai Attila, illetve az én szerepemet, a mi szerepünket, ugye Kocsis Dénes és Sándor Péter. Úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes hármas szereposztásban vagyunk, ettől nagyon érdekesen alakulnak a próbák, és nagyon érdekesen alakul a darab, mert megpróbálunk mindenképp valamilyen egységet teremteni neki, de ugyanakkor ezért ez nagyon erősen három teljesen különböző előadás is tud lenni, természetesen a személyek miatt. Sőt, talán biztosan mondhatjuk, hogy három különböző előadás lesz, hiszen teljesen más képpen alakítjátok ugye az egyes szerepeket. Abszolút. Hogy készültök rá? Ez egy nehéz kérdés, mert rengeteg próbával, táncpróbák, korrepetíciók, van ennek az egész színházi dolognak valami varázsa, amikor emberek találkoznak, együtt vannak egy teremben, és valahogy az energiák azok egyszer csak kiadnak valamit, ahogy felolvasnak egy szöveget, vagy énekelnek, és az, hogy nagyon ezt a rendező Vince Balázs, ő terelgeti a dolgokat, aki koreografálja is, ugye Lénárd Gábor és Kapitány Dorottya mellett a darabot, de ahogy ő terelget minket, mi abba próbálunk evickélni, és a legjobban érezni magunkat, és valahogy ez kiad mindig egy egységet. Flóra, te hogy készültél, vagy készülsz? Én Mercedes szerepét játszom, és Füredi Nikolett, illetve Gubik Petra társaságában, így mi vagyunk így a kis hármas csapat, és van előzetes készülődés, néha van olyan szerep, amikor az ember már úgy előzetesen készül, akár fizikailag, akár ének szempontjából, vagy esetleg utána olvas dolgoknak. Na most Mercedes szerepénél annyira adott, hogy ő vele mi történik, és hogy ő miket érez, hogy én azt a fajta felkészülési metódust választottam, hogy olvastam a szöveget, elkezdtem próbálni, és igyekeztem minél jobban beleengedni magam. És tehát ugye már volt szó a hármas szereposztásról, hogy nagyon érdekes egyébként egymást figyelni is. Én egyébként egy idő után már nem szeretem, tehát már tudatosan nem nézem a többieket, de ez most még nem az az időszak, úgyhogy most még rengeteg mindent átveszünk egymástól, vagy pont, hogy ellenkezőleg, hogy pont azt érzem, hogy értem, amit ő csinál, amit ő próbál, értem, hogy miért teszi, de én valahogy egy kicsit máshogy szeretném, és így ezek mentén szépen kialakul. Azért azt mondjuk, hogy egy romantikus musicalről van szó, ami talán így májusban, kifejezetten a tavasz idusán az ember úgy élvezi azt, hogy egy romantikus történetben vehet részt. Ti hogy álltok a romantikus történetekkel, közel áll a szívetekhez? Hát azért ez Dumas nagy klasszikusa, Monte Cristo grófja, ebből azért több feldolgozás is készült, film, adaptáció is. Szerintem nincs ember, aki igazából ezt nem ismeri. Na most azért ez egy nagyon nagy hiba lett volna ehhez, nem musicalként hozzányúlni, és azért ezt nagyon jól tette Szomor Gyuri meg Posgai Zsolt, hogy tényleg írtak belőle egy csodálatos musicalt, amiben nagyon-nagyon sok latinos, ilyen spanyolos zene van, tehát nagyon-nagyon sok áthallás van, de közben azért ez egy nagy musical, és tulajdonképpen a mostani bemutatóra egy egészen csodálatos új hangszerelés készült hozzá. Nagy zenekarral, most volt a zenekari próbateremben a zenekari ülőpróbánk, és csodálatosan szól, tehát hogy lenyűgöző zenei élményben lesz része annak, aki eljön. Milyen rendezésre számíthat az, aki majd eljön? Ami két fontos elemet emelt ki a Balú, az egyik az időmúlás, a másik meg nyilván a bosszúvágy, és nagyon érdekes, hogy
Ezek azért elég prózai témák és elég kemény témák, viszont maga a díszlet az pedig egészen meseszerű most, amit eddig láttunk belőle, és megjelenik benne pont ez a két elem is különböző szimbólumok által, és ennek alapján indult el a Balu a rendezésben, illetve nyilván nagyon érződik az, hogy valójában az ő természetes közege, amiben ő otthon van, az a tánc. Tehát folyamatos mozgások, folyamatos koreográfiák kísérik végig a történetet. Van olyan is egyébként, amikor egy jelenet az úgy elevenedik meg, hogy előtte lényegében eltáncoljuk, és csak utána később születik meg prózában is. Ugye az operett és a musical műfajának az egyik sajátossága, hogy ének van benne, tánc van benne, próza van benne, tehát egy hármas egységet összefoglal mind a két műfaj. Mennyire szeretitek ezt a fajta hármas egységet, mennyire egyébként közel hozzátok? Vagy mennyire szoktátok meg? Az életünk tulajdonképpen. Én azt szoktam mondani, hogy szerencsés vagyok, mert ez a hivatásom. Igen. Tehát, hogy azért az egy nagyon különleges dolog, hogy valakinek nem munkája van, hanem hivatása. Flóra, te is? Abszolút. Én abszolút ezt érzem, és kifejezetten élvezem azt, hogy nem csak egyféleképpen tudok egy szerepet eljátszani, hanem az eszköztárunk az sokkal-sokkal nagyobb ennél. Hát nagyon sok sikert kívánok nektek a bemutatóhoz, és reméljük, hogy be tudunk számolni a nagy sikerről. Nagyon köszönöm, szépen köszönjük.